A legenda visszatér. Újra itt a Génius, Magyarország legsikeresebb kvízműsora. Új év, új sorozat, de most szintet lépünk. Fokozzuk az izgalmakat. Ez a Géniuszok Géniusza. Idén az eddigi legnagyobb koponyák, az eddigi legnagyobb nyertesek néznek egymással farkasszemet. Aki nyer, tovább megy. Aki veszít, kiesik. 16 versenyző, a 16 legnagyobb nyertes egy kieséses kvízbajnokságban, az ország legizgalmasabb kvízműsorában. Induljon a Géniusz a Géniusza! Kívánok mindenkinek, ez újra mi időnk, játszhatunk egy kicsit közösen a Géniuszban, sőt a Géniuszok Géniuszával, amelyben az ATV kvízműsorainak 16 legsikeresebb játékosa méri össze a tudását egyenes kieséses rendszerben, arccal egy végső győzelem felé 5 millió forint a fődíj ebben a játékban. Pillanatilag ott tartunk, hogy a legjobb 8 között 6 hely már elkelt, még 2 kiadó, és ezen az estén is egy 8-at döntőt fogunk végig élvezni, játszani, izgulni és tapsolni Szagán Judit és Boros Márton között. Boros Márton, a Géniuszban az ő neve fogalom. Egyetlen játék választotta el a végső győzelemtől. Akkor 5,5 milliót nyert, és ezzel a Géniusz történetének második legsikeresebb játékosa. Boros Márton! Márton, örülök, hogy újra itt van. Én is örülök. Hosszú estéket töltöttünk együtt, hiszen ugye a 9. párba is sikerült eljutni, amikor dr. Hacsek Gábor 3-2-re egy végtelen izgalmas mérkőzésen győzött. Összességében sok-sok vetélkedőben közel 40 millió forintot sikerült nyerni, ugye, és ebből a géniuszos volt az 5,5 millió forint. Tehát itt nem csak a nyeremény a tét, hanem hát a presztízs is, hiszen hát ugye Mártont leginkább minimum a döntőbe várják, ugye? Hát... biztos vannak, akik így gondolják, én csak reménykedek, hogy igazuk lesz. Igen. Aki viszont ezen az estén az ellenfél lesz, az a 16 játékosunkban ugye 4 hölgy volt van, és az utolsó hölgy, aki bejuthat a 8 közé, Szagán Judit! Szagán Judit, nyelvtanár, kvíz megszállott, és egy igazi kemény harcos. Nem csak szórakoztató, hanem a tudás is szerteágazó, és ha elkapja a fonalat, szinte megállíthatatlan. Érkezik tehát Szagán Judit! Judit, hát rögtön rátettem a terhet a vállára azzal, hogy a hölgyek becsületéért kell küzdeni, hiszen ugye a 4 hölgyversenyzőből 3-an már játszottak, és ők nem tudtak bejutni a 8 közé, úgyhogy muszáj lesz. Nagy teher hár urám. Így, ezt mondtam, nem tudom, ez most jó vagy rossz, vagy tehát ez földobja az adrenalint, vagy inkább lenyomja? Hát majd kiderül, hogy mennyire tudom összeszedni magamat. De általában mennyire szokott sikerülni? Azért az eddigiekből úgy látszik, hogy igen. Hát a tavalyi játékok során elég jól megőriztem a hidegvéremet, de most nem tudom, hogy a Márton ellen mit tudok majd produkálni. Hát ugye sikerült a Géniuszban 2 párbajt nyerni, 3-1-re, illetve 3-0-ra, 2 impozáns győzelem volt, és aztán az a Galák Boton győzött 3-2-re, akivel egyébként, hogyha tovább jut a későbbiekben, még akár meg is mérkőzhet majd. Ó, de kedves kilátás, ugye? Erre hajtunk. Judit, hogy készült? Hát most őszintén szólva átnéztem jó pár száz kvíz kérdést, de ugye rendszeresen olvasok, követem a napi eseményeket, kulturális témákat, úgyhogy remélem, hogy abból majd lehet szelektálni. Mártonból speciálisan készült? Nem. Volt, aki elmesélte, hogy megnézte az ellenfél összes játékát. Nem, szó sincs róla. Én nem akartam így nyomozgatni az ellenfelem után, én a saját magam tudására akarok hagyatkozni. Igen, Márton hogy készült? Nyomozgatott Judit után? Nem. Nem nyomozgatott. Ez amúgy is ismerjük egymást egy ideje. Igen. Tudunk, amennyit tudunk egymásról. Aztán a válaszokat kell tudni úgyis.
És ilyen egyszerű ez az egész, ne bonyolítsuk túl. Jól van. A játék is nagyon egyszerű, ugyebár ahhoz képest, amit korábban játszottak, most nem három, hanem négy játszmát kell nyerni. Pici változtatások vannak, csak tényleg nüansznyiak. Majd, ha odaérkezünk, akkor el fogom mondani. Sokkal inkább fontos, hogy kezdjünk el játszani, ugye, hiszen mindannyian ezért jöttünk. Lássuk, hogy a 10 témakörből melyik hárommal foglalkozunk majd az első játszmában. Ezek a sport, a földrajz, illetőleg a bulvár, és ezek közül a kezdő témakörünk a bulvár, mindenkinek nagy kedvence. Minek utána Judit ugyebár 1 millió forintot nyert a Géniuszban, Márton pedig 5,5 millió forintot, most csak az ATV-s műsorok nyereményei számítanak, ezért Judit fogja kezdeni az első játszmát. Következzék tehát, hölgyeim és uraim, a legjobb 8 közéjutásért Cagány Judit és Boros Márton párbaja. Judit! Milyen művésznéven ismerjük az énekesnőt és spirituális tanítót, Spitzer Gyöngyit? Soma Mama Gésa. Egész pontosan, Soma Mama Gésa. 1-0. Következő kérdés. Melyik színház társulatának tagja 1972 óta Lukács Sándor? Madács Színház. Nem jó a válasz, Márton. Víg Színház. Víg Színház a helyes válasz, így van, Víg Színház 72 óta. Márton rabolt, viszont innentől kezdve egymásnak kedveskedhetnek témakörválasztással. Judit, mi legyen a témakör? Sport. Sport, áttérünk a sportra. Márton, melyik csapattól kapott 40 gólt a magyar férfi kézilabda válogatott a 2023-as világbajnokságon? Franciaország. Nem jó a válasz, Judit? Norvégia. A dánoktól kaptunk, 40-23-ra kaptunk ki, a franciák is nagyon jók egyébként, a norvégok se rosszak, de a dánoktól kaptunk 40 gólt. Nem esett jól, fájt egy kicsit. Nem sikerült visszarabolni, úgyhogy maradunk a sportnál, és Mártontól kérdezünk. Melyik városban nyert olimpiai aranyérmet a 2023-ban elhunyt legendás magasugró Dick Fosbury? Mexikóvárosban. Mexikóváros, 1968, nagyszerű, ugye ő hozzá köthető ez az új stílus, amikor háttal ugrottak. Egy-egy, következő kérdés. Melyik labdarúgónk szerepelt a sportsajtóban a Dunai 2 néven a 60-as évektől? Dunaija vagy Dujmov Antal. Antal, nagyszerű, így van, Dunai Antal, mert ugye volt egy bátyja is, aki Dunai János volt, illetve volt egy Dunai 3 nevű játékos, Dunai Ede, aki viszont nem volt a testvérük. Jó, hogy a kettest Antal. Kérdezték. Tessék? Jó, hogy a kettest kérdezték. Ja, igen. 2-1 Márton javára, következő kérdés. Melyik országban született a legendás amerikai teniszező André Agassi? Irán? Perzsa származású tudtommal, de nem jó mondom, Irán. Judit? Kár. Amerikában. Igen. Ott született? Tiszta ott. Átverés. Hát Amerikában, hát ezt kérdeztem, hogy melyik országban született. Ugye az annak idején, amikor a fiatal teniszező volt, hogy hát ha magyar, mert ágasi, ja. De nem, aztán kiderült, igen, ez a perzsa származás, ez rendben van. Gondoltam, hogy erre gondolnak, igen, de igen, akkor igen. Hát, nem ott született, hanem Amerikában, Las Vegasban született 1970-ben. Judit rabolt ebben az Amerikával, hát van az, amikor a kapufáról befelé pattan a labda, ugye? Márton választhat témakört. Legyen földrajz, az még nem volt. Oké, legyen földrajz. Judit. Melyik állat látható Kecskemét címerében? Felteszem a kecske. Nagyszerű, nagyszerű. Akkor a becsapás lenne, hogyha nem egy kecske lenne Kecskemét címerében, de jól tette föl. 2-2. Következő kérdés. Melyik dél-amerikai város a világ legmagasabban fekvő fővárosa? La Paz. La Paz. Milyen magasan van körülbelül? 3000 valami. 3600 nagyságrendileg, hát nyilván hepe-hupás maga lapáz is, de durván olyan magasan van. Így van. 3-2. Következő kérdés. Melyik nagy folyó táplálja a holtenger vízét? Nem tudom, szégyellem magamnak. Jordán. A Jordán folyó. A Jordán folyó, igen. A Jordán folyó. Márton visszarabolt. Mi legyen a témakör? Üdít ez a 3-2-re. Tessék? Bulvár. Bulvár. Visszamentünk a bulvárhoz. Márton. Jó. Ki volt Vámosi János táncdalénekes felesége és koncertszínpadi partnere? Zárai Márta. Hey. Ezt is tudja. Tessék? És még ezt is tudja. Hát miért ne tudná? Mondjuk fiatal talán azért. Igen. Igen, a Vámosi Zárai, hát az híres páros volt. 3-3. Következő kérdés. Melyik operettdíva édesanyja volt a szintén szakmabeli Halasi Marika? Oszvald Marika. Igen.
Reméltem. Oswald Gyula Bonvivál volt az apukája, Halasi Marika volt az anyukája. Próbáltam mondani valakit. És még Marika is, hát ha. Judit tudta? Igen. Ja, tudta. Hát Márton meg ráhibázott. Jó. 4-3-ra most Márton vezet. Következő kérdés. Ki ez a Békés Csabai születésű modell, akinek Eva Rose nevű kislánya Amerikában született 2021-ben? Zimány Linda. Nem jó, Judit? Mihalik Enikő. Mihalik Enikő. Igen, Mihalik Enikő. A papája és magyar Korányi Dávid, Amerikában született a kislány. Márton választ témakört Juditnak. Jó. Akkor legyen most sport. Legyen sport. Na, szép színes játszma igen. Ez. Jó, Judit vezetett 3-2. Melyik nagy riválisával alkotott párost emlékezetes búcsú meccsén Roger Federer? Nadal. Nadal. Igen, igen. Ez... szívszorító pillanat volt, hajnali fél háromig néztem a meccset, igen, és igen, még ráadásul ki is kaptak, sajnos. Hát ott annak ott már olyan nagy... Jó, de én szerettem volna, hogyha úgy vonul vissza, hogy győzelem. És akkor patakokban folytak volna a könnyek még jobban. Igen. Hát mindig. Így a válasz, is folytak. A válasz jó, ez a jó hírem, hogy ennek a sztorinak mégis csak jó vége van, mert pontot kapott ért. 4-4, következő kérdés. Melyik reformkori politikusunkról neveztek el nemzetközi emlékversenyt díjugratásban? Széchenyi István. Igen, így van, Gróf Széchenyi István. 5-4, most megint Judit vezet, szép fordulatos játszma. Következő kérdés. Melyik az egyetlen figura a sakkban, amelynek lépését a királynő nem tudja utánozni? Ló, például hogy kell nem, mondani? A ló, vagy a huszár, azt elfogadom. Huszár, ezt szerettem volna mondani, bocsánat. Igen, ló hangzott el először, azt elfogadom. 6-4, következő kérdés. Melyik egykori sportolónk írta a Sírni csak a győztesnek szabad című könyvet? Székely Éva. Székely Éva, úszó olimpiai bajnok. Nagyszerű. 7-4. Újabb kérdés. Melyik ország sportolói a legeredményesebbek asztali teniszben az olimpiák történetében? Kína. Kína, de messze ők a legeredményesebbek. Kína. Dél-Korea a második, de neki csak harmad annyi van körülbelül. 8-4, következő kérdés. Mi a squash magyar neve? Fallabda. Ez a fallabda, igen. Szokott fallabdázni? Nem. Nem? Jó, most nem kell. Most sokkal inkább arra kell koncentrálni, hogy Judit ennek a sportnak köszönhetően, amit Márton választott neki, 9-4-re vezet, és egyetlen pont kell az első játszma megnyeréséhez. Következő kérdés. Melyik amerikai település adott otthont az 1932-es és az 1980-as téli olimpiának is? Los Angeles. Nem jó válasz. Lake Placid. Lake Placid. Ja, téli olimpia, megint nem olvastam el normálisan a kérdést. Ott benne volt, hogy téli. Igen, hát de még a dünnyögött is magában, hogy 80 úgy Moszkva. Ugye? Tehát az nem lehetett Los Angeles. Igen. Los Angelesben volt. 84. Jó, volt, meg lesz nyári. Elizgultam. 9-4-nél a játszma labdánál Márton visszaszerezte a pontszerzés lehetőségét. Most fontos, hogy mi lesz a témakör. Bulvár. Márton, a Macskák című musical budapesti bemutatójának hányadik évfordulóját ünnepelték 2023 tavaszán? 40. Jó a válasz, igen. Akkor jó. Úgy kb. 40, így van. 83. március 25-én mutatták be. 9-5. Következő kérdés. Melyik Oscar-díjas színésznő és énekesnő James Brolin színész felesége 1998 óta? Judit? Barbra Streisand. Azért az a feszültségnek egy igen nagy fok, hogy fölteszek Mártonnak egy kérdést, nézek rá kérdően, és egyszer csak elkezdi mondani az ellenfél a választ. Nem hallotta, hogy valami ilyesmi elhangzott? Félig valamit. Igen. Hát ez van. Judit majdnem ponthoz segítette Márton, valóban Barbara Streisand az a jó válasz, tehát jó rablás, úgyhogy most megint Juditnak lesz lehetőség, hogy behúzza a játszmát, de Márton eldönti, hogy mi lesz a téma. Játszunk egy földrajzot. Hát ha. Földrajz. Judit, melyik budapesti kerület része Angyalföld? 13. kerület. Helyes a válasz, így van, a 13. kerület. Judit 10-5-re megnyerte az első játszmát, és 1-0-ra vezet. Na, ez szép volt, és volt minden, sport, bulvár, földrajz, egyedül Márton kevésbé lelkes, de ezt megértem. Igen, picit. Ezt megértem, de nagyon szép játék volt, és vezetett Judit, aztán Márton, aztán Judit, aztán... Na, abszolút jó volt, Judit. Most idegesebb vagy nyugodtabb lett ettől, hogy 1-0-ra vezet?
Nem tudom, menjünk tovább. Hagyjam békén. Igen. És Márton? Szintén. Hagyjam békén. Vegyek már fő kérdéseket. Maradjunk, igen. Jó. Akkor a másik játszmában Márton fog kezdeni, hiszen Márton van a hátrányban, de nézzünk másik három témakört. Ezek pedig a nyelv és irodalom, film és tévé és az élővilág, amivel kezdünk, Márton, film és tévé. Következik a második játszma. Márton, melyik híres olasz filmrendező egyik hőse paparazzo, aki utána lesi fotósokat elnevezték? Federico Fellini. Federico Fellini, igen, ez a határozott tudás volt. Az Édes Élet című filmben szerepel egy ilyen fotós, akit paparazzónak hívnak, és akkor utána terjedt el ez a nép. Nagyszerű. 1-0, következő. Hogy hívják a szomszéd ország leges-leges legnagyobb uralkodóját a Süsű a sárkány című mesében? Se jut eszembe. Nekem sem. Nem Szabolcs, annyit segítek. Torzomborsz királynak hívják a leges-leges legnagyobb szomszéd urak. Hát rég voltál, igaz, de igaz volt egyébként. Továbbra is Márton következik. Hogy nevezik a Jedik tanítványait a Csillagok háborúja világában? Padawan. Padawan, ők a padawanok, helyes. 2-0, következő kérdés. Melyik város rendőrségének nyomozója volt Kalambó hadnagy? New York. Nem jó a válasz, Judit. Los Angeles. Los Angeles. Akkor a másik oldal. Los Angeles. Hát lehetett volna még néhány város, de mindig így köszönt be. Kalambó vagyok a Los Angeles-i rendőrségtől. Igen. 2-0-ra vezet Márton, viszont most Judit következhet. Mi lesz a témakör? És van. Élővilág. Legyen élővilág. Judit. Melyik szervünk termeli az epét? A máj. Nagyon jó válasz. 2-1. Következő kérdés. Melyik kontinensen őshonos a szurikáta? Afrika. Igen. A négyújjú mangusztának is hívják. Ilyen kis helyes kis. 2-2. Következő kérdés. Melyik államalkotó trópusi rovar épít hatalmas várakat az afrikai szavannán? Termesz. De valóban, akár ezek ilyen másfél-két méter magas, hatalmas nem város. Nem termusz, hanem termesz. Igen. Ez a rossz poénok kategória. Mindegy, de ezek szeretjük, mert kicsit oldja a hangulatot. Igen. 3-2-re most Judit vezet, átvette a vezetés. Következő kérdés. Melyik az emberrel legnagyobb izma? Combizom. Nem jó a válasz, látom. Farizom. A farizom. Ráadásul a combizom az több izom egyébként. Igen. Ez a nagy farizom, amelyik az ember legnagyobb izma. 3-2-re vezet Judit, de Márton jön majd. Mi lesz a témakör? Nyelv és irodalom. Nyelv és irodalom. Márton, melyik írónk utolsó regénye volt a Fekete Város? Nagy hülyeséget mondjak. Jókai Mór. Nem. Persze, Judit. Mikszát Kálmán. Igen. És Judit jön újra. Márton, mi legyen a témakör? Élővilág újra. Élővilág újra. Judit. Milyen hétköznapi néven ismert a dracénának is hívott szobanövény? Sárkányfa. Így van, helyes a válasz, ez a sárkányfa. Kiváló. 4-2. Következő kérdés. Az élőlények melyik nagy országába tartoznak a peronoszpóra félék? Gomba. Gombák közé. Nagyon jó. 5-2. Következő kérdés. Melyik szalag köti össze a vádlit és a sarokcsontot? Achilleszín. Igen. Mert? Hát az, nem? Igen. Jó. Mehetünk tovább? Igen. Jó. 6-2. Következő kérdés. Hogy nevezzük a hím házi méhet? Jézusom. Nem tudom. Márton? Here. Here. Igen. Kész? Jó. Hát az. Jó, jól van. Here, egyszerűen. Igen. Ja. Azon gondolkozom, hogy megkérdezem, hogy mi jár a fejébe, de inkább nem. Ja. 6-2. Judit, válaszunk témakört Mártonnak. Élővilág. Élővilág. Márton, melyik szervünk betegsége a golyva? Pajzsmirigy. Pajzsmirigy, vagy strumának is hívják, ez a nagy duzzanat a nyakom. 6-3. Következő kérdés. Mivel lélegzik a batla?
A poltyúval? Nem. Pedig ezek halak szoktak lenni. Ez egy madár, szerintem akkor tüdeje van, ha minden igaz. Igen. Mondjon egy olyan madarat, amelyik nem tüdővel lélegzik. De annyira bátortalan volt, meg különböző sok, hát most mi lehet? Vagy kopoltyú, vagy tüdő, vagy bőrlégzés, de... Igen, a batla. Hát a batla az egy ilyen hosszú, nyakú és lábú gázló madár. Nálunk eléggé ritka egyébként a batla. Elbatláztam. Elbatláztam, igen. 6-3-nál újra Judit jött. Igen, ajaj, sok szempontból. Mi legyen a témakör? Hát egyik se túl jó ötlet, de maradjunk az élővilágnál. Maradjunk az élővilágnál. Judit, milyen típusú termése van a cseresznyének, az őszi baracknak és a szilvának? Csonthéjas. Csonthéjas, így van. És mivel lélegeznek? Ja nem. 7-3. Következő kérdés. Melyik macskafélét nevezik ezüst oroszlánnak is? Puma. Pumát, helyes, így van. Igen. 8-3. Következő kérdés. Melyik labdasport nevét viseli a könyök külső oldalának fájdalmával járó betegség? Tenisz, a teniszkönyök. Teniszkönyök. Mutatva is jó a válasz. Teniszkönyök, így van. Ha meg a belül, az meg a golfkönyök. Igen, de az nálam kevésbé eltérő. 9-3. Játszma labdája van Juditnak a 2-0-ához. Következő kérdés. Melyik ázsiai épület típus nevét viseli a karfiol egyik különleges változata? Pagoda karfiol. Helyes a válasz, így van, a pagoda karfiol. 10-3-ra Judit ezt a játszmát is beúszta, és 2-0-ra vezet. Na, kérem szépen, hát nem tudom, hogy ki mire számított a játékban. Judit számított rá, hogy fog vezetni 2-0-ra? Nem. Márton számított rá, hogy Judit fog vezetni 2-0-ra? Bármi történhet. Bármi történhet, de nem esik jól, gondolom. Hát nyilván. Nem akarom a kést forgatni, csak hát egy picit beszéljünk róla, mielőtt tovább megyünk, hogy most mi van. Nagyon meg kéne nyerni a következő köröket. Kétségkívül fordulatos a játék, de egyelőre Judit van előnyben. Vajon hogyan folytatódik a pihenő után? Maradjanak velünk! Újra itt vagyunk, ez a Génius, a Génius a folytatódjék, Judit és Márton párbaja. A harmadik játszma a gomnyomós játék, 7 pontig megyünk, 2-vel kell nyerni, viszont nullából is lehet mínusz csinálni, ellentétben a korábbi szabályunkkal, jó? Tehát mínuszba is el lehet menni, nem lehet ezzel taktikázni, hogy nulla pontból nem lehet lemenni. Következik a harmadik játszma. Első kérdés. Melyik szerv betegsége a COPD? Judit. Tüdő. Ez egy tüdőbetegség, így van, ugye a tüdő kapacitásának egy részét elveszíti a beteg. 1-0. Következő kérdés. Kiknek a vokál kíséretével tette emlékezetessé a Zizi Labor a Hunky Tank Woman feldolgozását? Judit. A Veres Egyházi Asszonykórus. A Veres Egyházi Asszonykórus. A 2-0. Következő kérdés. Melyik orosz cár vágta le saját kezűleg a bojárok szakállát a feljegyzések szerint? Nagy Péter. Nagy Péter. Én majd mondom, hogy ki nyerte meg a gombnyomást. Okay. Nagy Péter első. Péter ugye egy európai úton járt, és azt látta, hogy hát az európaiak nem úgy néznek ki, és a bojárok, tehát az udvari nemesség szakállát levágta. 2-1. Következő kérdés. Ki az a biblikus nevű kanadai szupermodell, aki George Michael több videoklipjében is szerepelt? Márton. Linda Evangelista. Kiváló. 2-2. Következő kérdés. Melyik üstökös tanulmányozását célozta a Vega űrprogram? Márton. Heli. A Heli üstökös, nagyon jó. Márton fordított, 3-2 most az állás. Újabb kérdés. Melyik hegységünk ritka és féltett növénye a bánáti bazsarózsa? Márton. Mecsek. Jó a válasz, így van. 4-2-re vezet Márton. Következő kérdés. Melyik vidéki futballklubunk szerzett eddig legtöbbször bajnoki címet az NB1-ben? Látványosan elhatárolódtak ettől a kérdéstől, ez a DVSC, a Debrecen. Ezt akartam mondani. Debrecen meg Győr között gondolkodtam, hogy melyik legyen, és inkább nem. Hát még esetleg szóba jöhetett volna a Vidi is, de egyébként a Loki 7-szeres magyar bajnok. Marad a 4-2, következő kérdés. Melyik amerikai színésznő lett a kegyetlen Manson banda áldozata saját házában?
Márton. Sharon Tate. Sharon Tate. Hát az első kettőnél Judit volt gyorsabb, aztán most már Márton a gyorsabb. Megint kezdődik a rémálom. Jaj, ne nyomja le magát, az elején tök jól nyomott. Sharon Tate, ugye Roman Polanski felesége, filmrendező felesége volt. Állapotos volt, ráadásul, amikor meggyilkolták. 5-2. Következő kérdés. Melyik híres hadvezér nevét viseli a tésztában sült bélszín gombás változata? Judit? Wellington. Ez a Wellington, helyes, így van, a Wellington bélszín. 5-3. Következő kérdés. Melyik hollywoodi sztár kapott 2023-ban Cannes-ban életművéért tiszteletbeli aranypálmát 80 évesen? Most ezt szégyellem magam, mert olvastam és elfelejtem. Harrison Ford. Harrison. Bemutatták az Indiana Jones széria új 5. részét, és hát ennek köszönhetően illetve 80 éves lett, életműdíjat kapott. 5-3 továbbra is. Következő kérdés. Mi a csak a férfiak szervezetében megtalálható dülmirigy gyakran használt másik neve? Judit? Prostata. Ez a prostata. Így van, ez a prostata. 5-4, egy pontra fölzárkózott Judit. Újabb kérdés. Melyik musical szereplői Roxy Hart, Velma Kelly, Morton Mama és a sztárügyvéd Billy Flynn? Moller úr szerintem, de nem. Ez a Chicago című musical, ugye, ami női börtönben játszódik többek között. 5-4 továbbra is. Ugye Mártonnak 2 pont kell ahhoz, hogy megszerezze az első játszma győzelmet, Juditnak 3 pont kell ahhoz, hogy 3-0 legyen. Következő kérdés. Ki kapott élettani Nobel-díjat a vadludak megfigyelése során levont következtetéseiért? Márton korán nyomott. Judit? Conrad Lorenz. Helyes a válasz. Ezt mondta volna? Persze. De nagyon korán nyomott, hát még a vége felé jártam csak, de még messze nem a végén. Nagyon hamar nyomta meg. Judit kiegyenlített 5-5 az állás, elképesztő izgalmat. Ugye Judit vezetett 2-0, aztán Márton 5-2-re, és most 5-5. Kettővel kell nyerni. Következő kérdés. Mi a csillagtök gyakran használt francia eredetű neve? Judit? Patisson. Ez a Patisson, helyes, így van. Márton is ezt akartam mondani? Igen. Igen, hát csak hol egyiküknek, hol a másikuknak sikerül egy picit gyorsabban megnyomni. 6-5-re vezet Judit, és játszma labdája van a 3-0-hoz. Következő kérdés. Melyik csehíró kötetének címe Levelek Áprilkának? Judit? Bohumil Hrabal. Helyes a válasz, így van, Bohumil Hrabal, és Judit 2-5-ről 7-5-re megfordította a játékot, és 3-0-ra vezet. Marci, most derül ki igazából 0-3-nál, hogy ki milyen versenyző, hogy tudja kezelni azt a helyzetet, amikor hátrányban van. Talán nem árulok el titkot, de volt, aki már fordított ekkora hátrányból, és ugye ez az a típusú játék, ahol nem elég előnyre szert tenni, mint mondjuk a futballban, hát 3-0-nál hátradőlne a csapat, kicsit feküdnének a füvön, néznék az órát, és kibekelik a meccset. Ez azonban olyan, mint a tenisz, az utolsó pontot is be kell ütni, az utolsó kérdésre is helyesen kell válaszolni. Valóban a 3-0 komoly előny, de messze nincs még vége a játéknak, és azt gondolom, hogy ez jó tanács Mártonnak is, és Juditnak is a folytatás előtt. Juditnak kétségkívül jelentős előnye van, 3-0, innen jön tehát a folytatás. Újabb 3 témakört fogunk választani, ugye még 4 maradt a 10-ből, és ezek a zene, tudomány és technika, valamint a történelem és közélet, amelyikkel pedig kezdeni fogunk, az a tudomány és technika. Minek utána Márton van hátrányban, ezért Márton fogja kezdeni a játékot. Következik a 4. játszma. Márton. Melyik égitestről kapta nevét a hélium? A napról. Napról, nagyon jó. 1-0. Újabb kérdés. Melyik az a nyilokszervünk, ami a szegcsont alatt található, és gyerekkorban a legnagyobb? Csecsemőmirigy. A csecsemőmirigy helyes, aztán szépen lassan elsorvad. 2-0. Újabb kérdés. Kiről kapta nevét a teljesítmény SI mértékegysége? Watt. Watt, James Watt. Nagyon jó. 3-0. Újabb kérdés. Melyik fémet állítják elő magnetitből? Vasat, ez a mágnes vasért. Hát abszolút tökéletes. 4-0. Következő kérdés. Milyen kémiai kifejezés jelöli az anyag folyással szembeni ellenállását? Viszkozitás. Ez a viszkozitás. 5-0. Következő kérdés.
Melyik egykor hazánkban is közkedvelt automárka neve jelent utitársat, kísérőt? Trabant. A Trabant, egészen pontosan így van. 6-0, Márton látványosan összekapta magát ebben a témakörben. Újabb kérdés. Mi a személygépkocsikban alkalmazott ASR rendszer magyar neve? Az melyik? Legyen a fékrásegítés. Nem jó, Judit? Nem tudom, sajnos. Ez a kipörgés gátló, kipörgés gátló. Az lett volna a csoda, ha tudom. Egyáltalán nem érdekli ez, hogy mitől megy az autó és mitől áll meg. De jogsia van? Van, de nem tudok vezetni. Ja, de akkor, és nem vezet, ugye? Nem. Akkor jó. Igen, igen, jó. Tisztában vagyok a képességeimmel. Nem, ez annyira megnyugtató. Igen, nem veszélyeztetek mások. Igen, ez teljesen jó. Márton vezet egyébként? Igen. Jó. És tud is? Remélem. Jó van. Még élek. Jó, jól van. 6-0. Jöhet a következő kérdés. Melyik bolygó holdjai a Phobos és a Deimos? Mars. Mars, igen. Ez nagyon könnyű volt? Igen. Ez nagyon hát, amit az ember tud, az könnyű. Ja, de hát egyébként mindig így van, helyes. 7-0. Következő kérdés. Melyik évszázadban élt az evolúció elmélet atya Charles Darwin? 19. 19. 1809-1882. 8-0. 2 pont kell még Mártonnak. Judit, hogy csak egyszer engedte szóhoz jutni, de az is a kipörgés gátló volt. És nem tud vele rabolni. Még két kérdésre, egészen pontosan még két helyes válaszra van szüksége Mártonnak, nem mindegy, ugyebár. Ami az persze két kérdésre mindenképp szükségem én, van. Én úgy fölteszek két kérdést, hogy az abban hiba nem lesz. Várom. Márton, az Egyesült Államok melyik tagállamáról kapta nevét egy erősen radioaktív elem? Kalifornia. Kalifornia, ez a Kalifornium. 9-0-nál játszma labdája van Mártonnak ahhoz, hogy szépítsen és megszerezze az első játszma győzelmet. Következő kérdés. A DIPR-tevédőoltás nevében minek a rövidítése a DI előtag? Diftéria. Ez a diftéria, így van, a szamárköhögés és a tetanusz, ugye, pertussis. Na! Márton 10-0-ra behúzta, egyetlen egy kérdés volt, amire nem tudta a választ, gyönyörűen játszott ebben a játékban, megmutatta, hogy mit tud, és 3-1-re alakult az állás, Judit vezet. Gratulálok. Köszönöm. Igen. Hát ez szép volt, igen. Az állás 3-1, Judit vezet, és a folytatásban, a következő játszmában megint az a kedvelt, sokak által szeretett gomnyomós faktor következik. Majd hiszen Judit bárhogy is van, ez már az 5. játszma lesz, amit játszani fogunk, ugye? 3-1-nél még nincs vége a dolognak, úgyhogy megint vegyesek lesznek a kérdések, témakörök tekintetében újra lehet mínuszpontot gyártani, és héttel lehet nyerni. Készen állnak? Igen. Következik az 5. játszma. Első kérdés. Mi a súly SI mértékegysége? Márton. Súly az Newton, mivel egy erő. Newton, nagyon jó. 1-0. Következő kérdés. Melyik állatfajhoz tartozik a japán Shiba Inu? Judit. Kutya. Kutyából van. Igen, a 6 japán kutyafajtából a legkisebb, de még így is lehet akár 13 kiló, tehát nem olyan nagyon-nagyon kicsi. 1-1. Következő kérdés. Melyik svéd együttes énekesnője volt Mary Fredriksson? Márton. Roxette. Roxette, nagyszerű, így van, sajnos már nem él. Meghalt, igen, pár éve. 2-1. Következő kérdés. Melyik tanító szerzetesrend tagja volt a fizikai kísérleteiről ismert öveges professzor? Márton. Piarista. Piarista volt, így van. Érdekesség, ugye, hogy ennek ellenére, hogy ennek a tanító szerzetes volt, a szocializmusban is élt, dolgozott, hál' Istennek, mert egy nagyon okos ember volt, és volt egy nagyon népszerű tévésorozata. 3-1. Következő kérdés. Melyik sportág legnagyobb amerikai szövetsége az NFL? Márton. Amerikai futball. Az amerikai futball, National Football League. 4-1. Következő kérdés. Mi volt a foglalkozása Bajor Imre karakterének a Szomszédok című sorozatban? Judit. Fodrász volt, Oli úr. Oli úr, a fodrász, nagyon népszerű szerep volt ez. 4-2. Következő kérdés. Milyen lény Shrek a DreamWorks animációs filmjében? Judit. Ogre. Ogréból van a Shrek, így a nagy darab zöldből mogorva, de azért mégiscsak egy vicces ogra. 4-3, egy pontra zárkózott Judit. Következő kérdés.
Melyik éjszaka aktív repülő állattól fél, aki kiroptofóbiás? Denevértől. A denevértől fél. A denevértől fél. 5-3 az állás. Újabb kérdés. Hány fokra egészítik ki egymást a mellékszögek? Nem 180, de inkább. Ez mindig keverem, 180 jó lett volna, ugye a mellékszög mellék az, a pólszög, amikor van egy meg... egyenes, és akkor az abból valamilyen módon kiáll egy mond, és a 180-on levő két szög egészíti. Pótszög. Ki egy, igen. Mellékszög. Marad az 5-3. Következő kérdés. Ki volt a török köztársaság első 1923-ban hivatalba lépett elnöke? Mustafa Kemal Atatürk. Jó a válasz, így vár, Törökország most minden róla van elnevezve. 6-3 játszma labdája van Boros Mártonnak a 3-2-höz. Következő kérdés. Melyik betegséget okozzák a cecelégy által terjesztett egysejtű paraziták? Márton. Álomkort. Ez az álomkor, jó ez a válasz is. 7-3-ra Márton megnyerte a gombnyomós játékot, és tovább közelít, 3-2 az állás. Ezek nem voltak jók? Keveset nyomott, úgy értem, hogy most nem igen. Annyira gombnyomásom múlt. De nem ment el a kedve. De. Hát vezet 3-2-re. Hát vezet 3-2-re, Judit, ne menjen el a kedve. Igyekszem. Nem szabad. Most jó, hát most elkapta a fonalat, oké, de hát előtte meg kegyet kapta el a fonalat. 3-2. Következik a 6. játszma, amire ismét kell választanunk 3 témakört. Lássuk, hogy a 10-ből melyik lesz ez a 3. Nos, ez a zene, a történelem és közélet, valamint az életmód, és amivel indulunk, az a történelem és közélet. Márton jön föl, de hátrányban van továbbra is. 3-2 az állás ugye Judit javára, akinek egyetlen játszma kell ahhoz, hogy bejusson a legjobb 8 közé. Egyetlen hölgyversenyzőként, ez egy plusz motiváció. De Márton fogja kezdeni ezt a játszmát. Következik a 6. játszma. Márton. Budapest hányadik születésnapját ünnepeljük 2023-ban? 150. 150. Így van, 1873. november 17. 1-0. Következő kérdés. Melyik egykori közép-amerikai civilizáció használt 819 napos naptárat? Remélem, hogy a maja. Hát ez egy jó... Mert ők híresek a naptárról. Hát meg az asztékok is egyébként, de aszték naptár, maja naptár, de a majáknál volt, és sokáig nem tudták megfejteni, hogy miért pont 819 napos. Most itt a bolygók napkörüli forgásával... Ez a szám nem volt ismerős valahogy, mert 260-as ciklus rémlik, de akkor ezek szerint 819 is volt. Tudom, hogy több volt. Igen. De úgy tűnik, hogy most nagyjából megfejtettem. De az. 2-0. Következő kérdés. Melyik valláshoz köthető a fülét, szemét, száját eltakaró 3 majom tanmeséje? Buddhizmus. A buddhizmushoz, így van. 3-0. Következő kérdés. Melyik későbbi erdélyi fejedelem vezette a hajduk élén az 1604-ben kitört magyar szabadságharcot? Bocskai István. Jó a válasz, így van, Bocskai István. 4-0. Következő kérdés. A görög mitológia melyik folyójának vizéből ittak a holtak azért, hogy elfelejtsék világi életüket? Lété. Ez a lété, ez a válasz is jó. Elhagyta a létét, és akkor ivott belőle. Szép volt, szép volt. Hát innen lehet megegyezni egyébként. Jó. 5-0. Következő kérdés. Melyik nemrég felújított rózsadombi török sírkápolna a muszlimok fontos zarándok helye? Gülbaba türbéje. A Gülbaba türbéje. 6-0. Következő kérdés. Melyik pápa jelmondata volt totus tuus, azaz egészen a tiéd? Második János Pál. Második János Pál. Nagyszerű. Így van. 7-0. Következő kérdés. Melyik francia képzőművész rajzolt bajuszt a Mona Lisára és mutatott be műalkotásként egy pissoárt? Marcel Duchamp. Nagyszerű a válasz, és a kiejtés is tökéletes. Köszönöm. 8-0, 2 pont kell az egyenlítéshez. Következő kérdés. Melyik település volt 10 évig az Egyesült Államok fővárosa Washington DC megalapítása előtt? Pennsylvania. Judit? Boston. Próbáltam, Philadelphia. És viszont Philadelphiát akartam mondani. És miért nem mondom? És megint megváltoztattam, mindig az első gondolat a jó. Igen. 8-0. Következő kérdés. Kit választott a Time magazin az év emberének 2022-ben?
Joe Biden. Ne. Judit? Zelenszky. Zelenszky. Volodymyr Zelenszkyt választotta a Time magazin az év emberének 2022-ben. Judit Rabolt. Ez volt az első gondolat, a Zelenszky? Igen. Na, ez jó is volt egyből. Márton vezet, de én most Judit fölzárkózhat. Mi lesz a témakör? Ilyen zene, életmód, történelem és közélet. Melyik biztos nem? Maradjunk a történelemnél. Maradjunk a történelemnél? Történelem és közélet. Íz alatt egyszer csak sikerül elrabolni. Judit. Melyik ókori uralkodó nősült meg a híres szúzai mennyegző? Nagy Sándor. Nagy Sándor, kiváló, így van. Hát ugye ott egy csomó macedon férfi elvett egy csomó szúzai nőt, igen. 8-1, következő kérdés. Ki volt a mitológiai Daidalos szerencsétlenül járt fia? Ikaros. Ikaros, ugye, akinek a szárnya megolvadt a naptól. 8-2, következő kérdés. Melyik ország kormányfője lett 2023 májusában Ódor Lajos? Szlovákia. Szlovákia, igen, egy ilyen szakértő kormányt állítottak fel, egy ideiglenes kormányt, és annak a vezetője, ez a 46 éves, egyébként nem politikus közgazdász ember. 8-3, következő. Melyik hajó fedélzetén érkezett meg az új világba az angol telepesek első csoportja 1620-ban? Mayflower. Ez a Mayflower, ugye 102 utasa volt, őket hívják alapító atyáknak. 8-4, Judit rohamosan zárkózik fel. Következő kérdés. Melyik szentet fejezte le saját apja, aki ezután büntetésül halálos villámcsapás szenvedett? Márton? Szent Balázs. Nem jó a válasz. Szent Borbáláról van szó, ugye, aki keresztény vallású nő volt, szent volt, hát szenté vált, ugye. Az apja meg pogány volt, itt a római korszakról beszélünk. Az apja pogány volt, és maga az apja fejezte le ugye, a keresztény üldözés idején. Továbbra is 8-4, és változatlan Judit gyűjthet pontokat. Következő kérdés. Melyik ókori birodalom istene volt a gyakran sólyom fejjel ábrázolt Hórusz? Egyiptom. Egyiptom, nagyszerű, 8-5, már csak 3 pont a különbség, de úgy is mondhatom, hogy Juditnak 5 pont kell a párbaj megnyeréséhez. Judit már 3-0-ra vezetett, de Boros Márton egyre inkább fölzárkózik. Vajon ki tud-e egyenlíteni? Na, szünet után kiderül. Vagyunk, folytatódik a játék, még mindig nem tudjuk, hogy ki jut a 8 közé, Judit vagy Márton? 8-5, és változatlan Judit gyűjthet pontokat. Következő kérdés. Melyik nyilatkozat rendelkezett Palesztina megosztásáról 1917-ben? Nem tudom, sajnos. Márton Balfour. Balfour nyilatkozat, így van, ez egy nagyon szép válasz volt, Judit is megtapsolta. Ez a halálos ítélet. Gombnyomosban nem nyomtam volna le, mert nem volt olyan erős, de, ja. De bejött. Balfour nyilatkozat, Judit azt mondja, hogy ez a halálos ítélete, pedig Judit döntheti el, hogy mi legyen a témakör. Ugye? Életmód. Életmód. Miért mondta azt, hogy ez a halálos ítélete? Bízik benne, hogy gondolja, hogy kettőt elviszek akármelyikből. Kell még neki 2 pont, és Judit választotta a témakör. Igen. Ugye? És ahogy mondtam, az utolsó pontot is be kell ütni, és egyébként, ha megszerzi, az, hát és ha Judit szerezne még 5 pontot, az lenne a Márton halálos ítélete. Ez még csak így. Jó, tehát a helyzet viszont ezzel szemben az, hogy 8-5-re vezet Márton, és életmód témakörben fogok kérdést föltenni. Íme. Ha tudom, tudom. Melyik olasz néptánc kapta a nevét egy mérges pókról? Tarantella. Tarantella, vagy Tarantula nevű pókmérge. 9-5 játszmalabda. Következő kérdés. Melyik méregdrága gombafajta felhasználásával készül a Casanova mártás? Gondolom szarvas gomba. Miért gondolja? Mert nem tudok még egy olyat mondani, ami szóba jöhet. És méregdrága. Így van, a szarvas gomba. Na, életmódban sok az ilyen. Egy pókkal, meg egy gombával, 10-5, az állás 3-3. Azt hiszem, hogy Judit egy kicsit lenyomja magát. Halálos ítéletem, meg picit, mintha elveszett volna a hit, meg a fókusz, az nem jó, hát még abszolút. Nem, tüzes vagyok továbbra is most. 3-3. Csak nem örül annyira, hogy nem örülök annyira. Kiegyenlített. Igen, nem örül annyira, hogy kiegyenlített. Márton gondolom meg örülnek, hogy kiegyenlített. Igen, hát is csak ennyi mód. Ez, amikor lendület van egyébként, ilyenkor jönnek be ezek a szarvasgomb. Gondolom szarvasgomba. Ja, egyébként tényleg igen. Szóval akkor van a szerencse faktor. Ez megint hát... az a nyomógombosnál minuszra nem kockáztat az ember, de
Ha valamit mondani kell egy drága gombára, akkor nyilván az. Igen, igen. Na most az izgalmat csak fokozódni tudnak, ugye, hiszen gomnyomós játék következik. Az a döntő játszmában. És ugye továbbra is lehet mínuszpontot csinálni. Viszont nem 7-ig tart a játék, 7 pontig, hanem 3 percig futóórával. Nem 3-3 percig, hanem közösen 3 percig. És a 3 percbe az számít bele, amelyik válasz elhangzott. Tehát nem az, hogy én elkezdem-e a kérdést, hanem hogy 3 percen belül elhangzik-e a válasz. Ha én elkezdem a kérdést, és közben lejár akkor az idő, tudjuk. Akkor az a kérdés már nincs. A tét az, hogy aki megnyeri ezt a döntő játszmát, az bekerül a legjobb 8 közé a géniuszok géniusza versengésben. Készen állnak a játékra? Igen. Teljesen. Következzék a mindent eldöntő 7. játszma, a szuperdöntő. Indul az óra. Első kérdés. Melyik brit miniszterelnök bukásához járult hozzá, hogy karantén idején bulizott? Judit. Boris Johnson. Jó a válasz, 1-0. Következő kérdés. Jellemzően milyen rovar terjeszti a Zika vírust? Márton. Jó a válasz, 1-1. Következő kérdés. Melyik gyakori erdei fa nevét viseli egy fennsíkjáról ismert hegységünk? Márton. Jó a válasz, 2-1. Következő. Melyik csapatban versenyzett egyetlen Formula 1-ben töltött teljes szezonjában Baumgartner Zsolt? Minardi. Következő kérdés. Milyen színűre festi a gázlángot a kálium? Fakó ibolyának szokták. Jó a válasz. 3-1. Következő kérdés. Melyik kontinens területén él a tasmán ördög? Márton. Ausztrália. 4-1 az állás. Következő kérdés. Melyik hangszer virtuóza volt Glenn Gould? Judit. Trombita. Nem jó a válasz, a zongora. -1 pont, 4-0. Következő kérdés. Melyik a világ legnagyobb monolit szobra? A nagy szfinx. Következő kérdés. Melyik állat dübörgéséről énekelnek a Kártágó együttes Requiem című dalában? Márton. Elefánt. Helyes a válasz. 5-0. Következő kérdés. Kit próbált elcsábítani Putifár felesége a bibliai történet szerint? Márton. Józsefet. Helyes a válasz. 6-0. Másfél perc van még hátra. Következő kérdés. Melyik kossuthdíjas írónk él és alkot a Göcsei Gombosszegen? Nádas Péter. Következő kérdés. Mi a Monopoly című társasjáték magyar változata, amelyben a Dorottya utcában is vehetünk szállodát? Márton. Kapitali. Judit korán nyomott. 7-0. Következő kérdés. Melyik sportszervezetet vezette Dimitrios Vikelas, Avery Brandis és Jacques Rogis? Judit. Nemzetközi olimpiai. Helyes a válasz. 7-1. Bő egy perc van még hátra. Következő kérdés. Melyik termesztett növényt nevezik népiesen pityókának és kolompérnak is? Judit. Burgonya. Jó a válasz. 7-2. Következő kérdés. Melyik írónk műve a Lőcsei fehér asszony? Márton. Ez Nájókai Mór. Helyes a válasz. 8-2. Következő kérdés. Melyik magyar mulatos zenész trombita művész vonult börtönbe 2023 tavaszán? Galambos Lajos. Helyes. 8-3. Következő. Melyik francia kézilabda csapat játékosa Máté Dominik? Montpellier. Nem jó. Paris Saint-Germain. 8-2. Következő kérdés. Mi volt a foglalkozása Gdanszki hajógyárban Lech Walesa későbbi lengyel köztársasági elnöknek? Márton. Villanyszerelő. Kiváló. 9-2. Következő kérdés. Melyik filmért nyert el 10 évesen az Oscar-díjat Tatum O'Neill? Papírhold című film. Következő. Melyik Kossuth és Liszt Ferenc díjas gitárosunk beceneve Tibusz? Tátrai Tibor. Jó a válasz. 9-3. Következő kérdés. Melyik hónap népi neve Pünköst hava? Május. Jó a válasz. 9-4. Következő. Melyik szegedi költők nevéhez fűződik a mondás, a szerzők darabokat írnak a költők egészet? Lejárt az idő, lejárt a 3 perc. Juhász Gyula. Azt akartam volt mondani, az. De már mindegy. Igen, mert utána nyomta meg, még ketyegett az 5 másodperces óra, de közben lejárt a 3 perc. Juhász Gyula. 9-4 arányban megnyerte Márton ezt a játszmát. És így 4-3-ra a párbajt is. Nem baj, nagyon jó játék volt, gratulálok, mert a Márton nagyon nagy ellenfél, és a döntőbe várom őt. Köszönöm.
és egy ilyen nagyjátékostól nem szégyen kikapni. Ne, én ezt nem mondtam, Sőt, az, hogy 4-3, és úgyhogy vezetett 3-0-ra, ez egy különösen. Persze, mert ki lehet kapni egy nagyjátékostól 4-0-ra is, de nem. Judit alaposan megizasztotta azt a Boros Mártont, aki 9. párbaig jutott ugye 2 évvel ezelőtt a Géniuszban, tehát nagyon közel volt hozzá, hogy meglegyen neki is a 10, és ehhez képest, hát azt látta Mártonon 0-3-nál, hogy elkezdte fogalmazni a nyilatkozatát, hogy miért nem jutott a 8 közé, ugye? Hát mert tényleg ott tartottam, hogy legalább a tudomány legyen, hogy hát ha azt elviszem, és bejön. Legalább egy bejön. Na jó, de hát az még mindig csak 3-1 volt. Hát ez volt. Az jobban néz ki, mint a nulla. Hát az, az legalább azt adják a 3 közül. Az kétségtelen, ugye, de az még mindig csak 3-1. És de az legalább meghozta a lendületet. Én azért őszintén szólva, és ez most ez nem csak Juditnak szól, hanem a hölgyeknek is nagyon, sajnálom, hogy nem jutott hölgy egy se a 8 közé. Egyszer. Én is nagyon sajnálom. A jó nagyon egyszer. Igyekeztem. Márton játszhat tehát tovább, azt pedig tudjuk, hogy M. Nagy József és a Sipos András mérkőzésének a győztese lesz majd az ellenfél a legjobb 8 között, hát az is egy szép kis pikáns dolog lesz. Illetőleg az, hogy mi lesz, mit hoz a folytatás, az még bizonytalan, az azonban biztos, hogy azzal, hogy bejutott a legjobb 8 közé, már jár egy kis garantált nyeremény is, méghozzá 250 000 forint, de hát ennél csak nagyobb összegeket lehet nyerni, hogyha sikerül a folytatás is akár 5 milliót, hogyha sikerül megnyerni ezt a játékot. Nagyon izgalmas volt ez a játék, sokáig fogjuk emlegetni. Köszönöm szépen Juditnak a játékot, köszönöm Mártonnak köszönöm. Is, remélem, hogy önök is élvezték, és a legközelebb is velünk tartanak. Viszontlátásra! Boros Márton most tovább jutott, de nem volt könnyű dolga. Legközelebb jön az utolsó, a 8. forduló, ahol kiderül, hogy M. Nagy József a kvíz legenda, vagy Sipos András matematika-fizika szakos tanár juthat a legjobb 8 közé.